közösségi régészet nem egy egyszeri fellángolás, és nem is egy rövid lefutású történet, és hogyha már idáig eljutott egy közösségi régészeti program, vagy kiállításnyitásról beszélünk, innentől kezdve ennek az útja remélhetőleg csak fölfelé fog ívelni. Rácz Tibor Ákos, a Közösségi Régészeti Egyesület elnöke nyitotta meg a Vosinszky-Mór megyei múzeum ebben a témában nyílt tárlatát. De mit is jelent a közösségi régészet? A közösségi régészetnek azokat a tevékenységeket nevezzük, amit a civil szférával közösen végez a régész szakma. Alapvetően terepi tevékenység, tehát feltárások, terepbejárásokon való részvétel, de ez egy nagyon összetett tevékenységet lefedő gyűjtőfogalom, ugyanis ebben ugyanúgy benne van a tudománynépszerűsítés, mint például a múzeumi benti munka is. Tehát nagyon sokszor önkéntesek részt vesznek a leletanyagnak a leltározásában. A mi fő tevékenységünk az, hogy összefogjuk akár országos szinten a hasonló kezdeményezéseket, és ahol ilyen típusú munkák, programok vannak, mint például Tolna megyében is, ott nagyon szívesen veszünk részt mindenféle típusú rendezvényen, és nem csak a kiállításokon vagy a kiállítás megnyitókon, hanem nagyon szívesen folyunk bele a terepi munkálatokba is. Országszerte sok helyen jönnek létre egyre sűrűbben ilyen típusú kezdeményezések. Tehát Tolna megye az egyik ilyen helyszín, ahol élő és működő közösség van. Az a helyzet, hogy ez viszonylag új dolog, tehát a fogalom is viszonylag új. Természetesen mindig volt kapcsolat a múzeum és a múzeum munkája iránt érdeklődő civilek között. Viszont az, hogy tervszerűen, programszerűen foglalkozunk civilekkel, az egy viszonylag új dolog. Ebben benne van az is, hogy oktatást szervezünk azoknak, akik érdekeltek a régészeti kutatásban, és megpróbáljuk integrálni például a fémkeresős kutatásokat országszerte. Na most, ahol ilyen típusú kezdeményezések vannak, ott szeretik ezeket a tevékenységeket közösségi régészetnek nevezni, és vannak olyan intézmények, ahol ennek teret engednek, és vannak olyan intézmények, ahol egyelőre még nem. Tehát nagyon változatos a szintér, az ország körülbelül felében vannak ilyen típusú programok, a másik felében még egyelőre nincs. Az elnök elmondta, elengedhetetlen a civilek közreműködése. Ezekkel a kiállításokkal kapcsolatban azt kell tudni, hogy ezek az emlékek nem kerülhettek volna be az intézményekbe, a kulturális örökségvédelmi intézményekbe, hogyha nincsen együttműködés a civilekkel. Tehát ezeknek a leleteknek vagy a civilek a megtalálói, vagy részt vettek azokon a projekteken, amelyeket a múzeum szervezett, és akár önkéntes munkával, akár a saját forrásaikkal, valamilyen típusú finanszírozással segítették a múzeum munkáját. Tehát ezek az együttműködésnek az emlékeink. Egyre inkább azt látjuk, hogy a múzeumokat és egyáltalán az egész régész szakmát ezt tudja leginkább megújítani. Tehát sok szempontból megújításra szorul ez a tudományterület, nagyon sok szempontból ugye forrásszegény és rászorul, mint ahogy a múzeumok mindig is rászorultak a civileknek a segítségére. És itt egy olyan típusú friss kezdeményezésről van szó, amiben egyre több és több új energia szabadul föl, tehát egyre többen és többen csatlakoznak. Tehát egyelőre ott tartunk, hogy mindenhol burjánzanak ezek a kezdeményezések, és most próbáljuk megérteni, felfogni, emészteni ezeket a jelenségeket. Ez a kiállítás egy nagyon hosszú folyamat betetőzése volt, mondta Ódor János, az intézmény igazgatója. A közösségi régészet, amelyet próbál témaként körüljárni ez a tárlat, ez egyrészt hosszú múltra nyúlik vissza az intézményünk életébe, hiszen már a 70-es évektől folytak olyan ásatások, terepbejárások, terepi kutatások, amelyhez a civil szféra komoly segítséget adott. Tehát van egy ilyen hagyománya ennek a történetnek. Másrészt viszont az elmúlt mondjuk így 5-6 esztendőben, amikor jogszabályok egy picit megengedték a fémkereső használatát régészeti felügyelet mellett, az azt eredményezte, hogy múzeumok környékén kialakultak úgynevezett etikus fémkeresősök, akik az intézményi régészeti érdekeket messze menőleg figyelembe véve, régész irányításával, régészeti lelőhelyeken folytattak anyaggyűjtést. Ez viszont azt hozta magával, hogy több tízezer tárgy áramlott a Szekszárdi Múzeumban megye különböző lelőhelyeiről, és ebből jelen pillanatban ebben a teremben 850 darabot állítottunk ki, különböző szempontrendszer szerint. Tehát egyrészt azt szeretném mondani, hogy vannak közösségi háttérrel rendelkező terepi kutatásaink, itt is három tárlóban is látható, például a regői vaskori halomnak az ásatása volt ilyen, vagy Decs-Ete mezővárosi kutatása volt ilyen, vagy az elmúlt években Kisszékely középkori plébánia templom kutatása volt ilyen, de a kiállításnak a nagyobb részét ez az elmúlt évek fémkeresős kutatási anyaga teszi ki.
Ezt a kiállítást nem kronológikusan, hanem tematikusan helyezték el. A viselet vagy a gazdasági emlékek külön vitrint kaptak, külön tárlón szerepelnek, hiszen érdekes összehasonlítani például, hogy egy-egy korszakban mit jelentett önmagában az, hogy kincs. Tehát bronzkorban teljesen mást jelentett, mint mondjuk akár a középkorban, gondoljunk itt az elmúlt években, 2 évvel ezelőtt Simon Tonyán előkerült ezüstpénzletre. Szóval igazából azt gondolom, hogy ezekkel a tematikus megközelítésekkel sokkal közelebb tudják a mai kor látogatóihoz hozni ezeket az anyagokat. A múzeum az a közösségért dolgozik, a közösség tartja fent tulajdonképpen, hát részben ugye állami fenntartású, részben önkormányzati fenntartású az intézmény, de az adott közösségek, tehát részben a város, ahol élünk, vagy abban a megye, ahol tevékenykedünk, hogyha az adott közösség nem tartja fontosnak részben a múzeum tevékenységét, részben a kulturális örökségeknek a megóvását, hiszen itt erről is van szó, mert a korábbi évtizedekben nagyon jelentős illegális fémkeresőzéssel rengeteg műtárgy került ki a lelőhelyekről és így Tolna megyében is, akkor tudunk igazából előre lépni. Az ásatások tovább folytatódnak, és várják a tenni akaró civilek jelentkezését is.